Isten engem úgy segéljen, nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária, és Istennek minden szentjei, hogy téged Zoltán szeretlek, szeretetből veszlek feleségül, Isten rendelése szerint, az Anya Szent Egyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, holtomiglan, holtadiglan, semmiféle bajban, Isten engem úgy segéljen, Isten engem úgy segéljen. Kedves Mériam és Zoltán, bíztam benne, hogy ezt az alkalmat nem szabotáljátok el, mint ahogy a jegyes oktatás sikerült, tehát valami kis gyors talpalón azért mégiscsak sikerült fölkészülni lélekben is erre az házasságkötésre, erre az alkalomra, hogy itt most Isten szent színe előtt is elmondjátok azt, amit eddig talán csak suttogva egymás között mertetek elmondani, szeretlek, örökké szeretni foglak. Zoltán, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat? Elfogadom. Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Mériam, Isten szent színe előtt, Isten szent színe előtt, feleségül veszlek, feleségül veszlek. Zoltán, Isten szent színe előtt, Isten szent színe előtt, feleségül megyek hozzád, feleségül megyek hozzád. Kijelenti-e ön, Molnár Mériam?
hogy az itt jelenlévő Beke Zoltánnal házasságot igen, köt. Igen. Kijelenti-e ön, Beke Zoltán, hogy az itt jelenlévő Molnár Mirjammal házasságot igen. köt? Igen. Én, mint Győrváros anyakönyvvezetője, megállapítom, hogy Beke Molnár Mirjam és Beke Zoltán Magyarország polgári törvénykönyvről szóló törvénye értelmében házastársak. Mirjam. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Zoltán. Zoltán. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszöntsék egymást az első hitvesi csókkal. Nagyjából ezt a képet őrizzétek a szívetekben, hogy egymás mellett álltok, telve a szívetek örömmel, szerelemmel, hátatok mögött ott van a családotok, meg a barátaitok, és hogyha előre néztek, ne rám emlékezzetek, Jézus Krisztusra nézzetek, aki a teljes és boldog életre hív benneteket, és ehhez megad minden segítséget is. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és hát érezzétek jól magatokat velünk hajnalig. Köszönöm.